Na, sziasztok! Ez volt a Kristály Sage, azaz a Kristály Varázsló. Hát meg kell mondjam, nem sok kedvem volt. Eger részébe szenvedtem vele, hívtam egy segítőt. Igazából miután meg tudtam volna ölni, csak idő kérdése. De most nem igazán ment, na. Lényeg a lényeg. Nincs mit szégyelni, eszem. No, Kristály Sage barátunkról tudtuk el, hogy ugye egy igen erős varázsló. És érzékeny a méregre és talán a bleedre. De egyébként maga a boss harc nem annyira bonyolult, viszont varázsló karakterrel, kevés élettel nem egyszerű. Igazából megifutottam jó párszor, tehát nem úgy volt, hogy fogtam aztán. Aztán nekiestem. Azonnal kóba, de senki nem kíváncsi nyilván arra, hogy mit szerencsétlenkedek. 5-ször, 6-szor, 7-szer vagy akár 8-szor. Ó, nem tudok szintet lépni. Jó van. Majd később. Na. Viszont meggyílta az út a következő területre, amit muszáj kiszedni ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni. És még az elmúlt részben történt egy olyasmi, hogy nem volt itt Leonhard barátunk, illetve itt volt, csak egész egyszerűen úgy, ugrunk. Egész egyszerűen nem volt hajlandó. Na, végre. Ó, megkaptuk a tapsot, faszat. Á, most azt mondja, hogy menjünk el a mélység katedrálisába, és ajánljuk fel magunkat Rosáriának, és menjünk zaklatni másokat. Tehát ugye az a tárgy, amit megkaptam, a vörös szem gömb, az PvP item, be tudok menni más világába, rosszalkodni. Nem kedvelem különösebben, de nem függ össze a két dolog. No. Oké, ez kellett, most már 3 darab. Következő terület viszont szóló terület, ott nem invédelhetnek be, de az már a következő videóba. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy nyitva van jó néhány quest folyamatban, eddig még egyetlen questet sem buktunk el. Ugye kiszedtük a bosszokat, akiket terveztem, a fát és a varázslót. Úgyhogy innentől fogva már egyenes út vezet a végéig. Még egy dolog, hogyha valaki az Kristály Sage felé jár, van ott egy behívható NPC karakter, Aegon of Karim, ne hívja be, reménytelen. Többet árt, mint használ. Na, innen folytatjuk, köszönöm a figyelmet, sziasztok!